A Városháza épületének földszintjén nyílt kormányablak Hevesvárosban. Az 1983-ban épült Városháza kívülbelül megújult, hangzott el az ünnepélyes átadáson. A több mint 61 millió forintos beruházás keretében szigetelték az épületet, megújították az infrastruktúrát, cserélték a burkolatokat, de akadálymentesítettek is. Megtörtént az épület teljes akadálymentesítése, melynek jegyében akadálymentes parkoló került kialakításra. Az akadálymentes parkolótól taktilis sáv vezet az újjáépített lépcsőig, amely mellett mozgáskorlátozott emelő került beépítésre, az épületen belül pedig akadálymentes mosdót alakítottunk ki. A Hevesi Városházán egymás mellett működik ezentúl a kormányablak, azaz az államigazgatási szolgáltatások, valamint az önkormányzat, így ezt az épületet a közjóházának lehet nevezni, hangzott el. Dr. Pajtó Gábor kormánymegbízott hangsúlyozta, a napokban összesen 8 kormányablak kezdte vagy kezdi meg működését a megyében. Az eddigi visszajelzések pozitívak az ügyfelektől, emelte ki. Hatékonyság, gyors ügyintézés, empatikus, ügyfélbarát kiszolgálás, ha úgy tetszik, és ide sorolnám még azokat a jelzőket is, hogy a jó megközelítés és a tulajdonképpen a állampolgároknak, vállalkozásoknak a tulajdonképpen a közelébe települtek ezek a kormányablakok. Szabó Zsolt államtitkár beszédében azt mondta, a kormányablakok megnyitásának célja minél gyorsabb, kevesebb ügyintézés, a bürokrácia csökkentése is volt. Azt kívánom, hogy minél kevesebbet kelljen ügyet intéznünk, hiszen amifelé tart az állam, amifelé tart a kormány, vagy célú tűzött ki számunkra, a minél egyszerűbb, gyorsabb ügyintézés, a kevesebb bürokrácia, ez olyan jó hangzik a mi fülünknek, és mindannyian örülünk, ha minél kevesebb helyre kell jönni és ügyet intézni. A kormányablakok kialakításával párhuzamosan zajlott a járási hivatalok informatikai fejlesztése is a megyében, aminek része volt a virtuális ügyintézés feltételeinek megteremtése. A cél a lehető leggyorsabb, akár otthonról is végezhető ügyintézés.